Január 31-ig lehet pályázni pénzügyi támogatásra a Dunaszerdahelyi Önkormányzat által idén is meghirdetett közhasznú szolgáltatások és tevékenységek programjából. A pályázati felhívás szociális, oktatási, kulturális, valamint sporttevékenységek támogatására nyújt lehetőséget, összesen 225.500 eurót osztanak szét. Azon jogi és természetes személyek, vállalkozók pályázhatnak, akik állandó dunaszerdahelyi lakhelyel vagy székhelyel rendelkeznek, a város területén tevékenykednek és nyújtanak szolgáltatásokat. A pályázatokat csak elektronikus formában lehet benyújtani a város honlapján, a www.dunstreda.sk weboldalon elérhető formanyomtatványon keresztül. Bővebb tájékoztatás a pályázás feltételeiről az említett honlapon található. A városi hivatal január végéig kézbesíti a hűségkártyákat azon dunaszerdahelyi lakosok részére, akik újonnan jogosultak a kártyára. Akik nem tudják átvenni, a hivatal ügyfélfogadó irodájában megtehetik ezt ügyfélfogadási időben. Idén 448 új kártyát nyomtattak. A hűségkártyára azok jogosultak, akik legalább egy éve állandó dunaszerdahelyi lakhelyen rendelkeznek, és nincs illeték és adótartozásuk a várossal szemben. A lakosok a városi honlapon az elektronikus ügyfélkapunk keresztül követhetik nyomon, hogy befizették-e az adókat és illetékeket. A hivatal a hűségkártyákat meghatározatlan időre adja ki. Akinek tartozása van, amíg nem rendezi azt, a kártyája nem lesz érvényes. A kedvezménykártyával kapcsolatos kérdések esetén a képernyőn látható telefonszámokon lehet érdeklődni. A dunaszerdahelyi hűségkártya kedvezményes belépésre jogosítja fel tulajdonosát a városi intézményekbe, valamint kedvezményesen lehet vásárolni azokban a boltokban, amelyek szerződésben állnak a városi hivatallal. Az egykori dunaszerdahelyi cukorgyárnak állított emléket Németh Ilona Munkácsi díjas képzőművész, akinek alkotását az üzleti és tájékoztatási központ tetején helyezték el. A dunaszerdahelyi művész a gyár nevét jelző névtáblákat rendhagyó emlékmű formájában próbálta megmenteni, amelyen a cukorgyár korábbi neve, a Juho Cukor, majd a későbbi Eastern Sugar név olvasható. A cukorgyár 1969-ben kezdte meg működését, és 2007-ben zárták be. A régió meghatározó üzeme volt, amely munkát adott a helyieknek. Németh Ilona az alkotásával azt szeretné, ha a dunaszerdahelyiek emlékeznének a múltra, és vigyáznának az értékeikre. A művésznő a cukorgyár történetét egy kiállítás formájában is feldolgozta. A Pázmáneum Polgári Társulás kiértékelte a Széchenyi Öröksége című rajzpályázatot, amely a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke által meghirdetett 2021-es Széchenyi Emlékév részeként valósult meg. A pályázatra beérkezett alkotások a Városi Művelődési Központ előcsarnokában tekinthetők meg. Az alsó tagozatosok kategóriájának győztese Rehák Hanna lett Marcelházáról. A felső tagozatosok kategóriájában a Párkányi Mackó Veronika végzett az első helyen. A középiskolások között Tóth Eszter rajza lett az első. A pályázaton az ifjúsági tagozat, a zsűri, a Pázmáneum társulás elnöke és a Városi Művelődési Központ igazgatónője is egy-egy külön díj odaítéléséről döntött. A Széchenyi István emléknap keretében szentmisét tartottak, valamint a közeljövőben Széchenyi emlékfát szeretnének elültetni.